Hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket! Az Epic Games-nek új ingyenes játéka tölthető most le, és ez nem más, mint a City of Brass, ami egy ilyen elég érdekes arcade FPS zúzdának tűnik nekem. Eléggé ilyen Prince of Persia-s, aladinos környezetbe játszódik, és egy picit talán a Dishonorhoz tudnám hasonlítani így az akcióterén, de vágjunk is bele és nézzük meg, megmutatom a grafikai beállításokat. Én ezen a grafikai beállításon tudok játszani, így még egész tűrhetően működik. Ezen kívül van mindenféle kis apró beállítás, de én most nem akarok ezzel nagyon bíbelődni, hanem kezdjük is el a játékot. Itt vannak a választható karakterek, hát ő is, amint látjátok, eléggé hajaz a Prince of Persia karakterre. Akkor van egy ilyen Traveler, lehet, hogy most majd őt fogjuk megnézni. És akkor van egy Soldier, hoppá, kicsit mondtam, van egy Brigand, ő is elég érdekes, ő egy ilyen tőrös. Van itt egy Hellion, ez olyan, mint egy Djinn. És akkor van egy Trevant, ez pedig egy Ranger-ös csontváz. Úgy látom, hogy a csaj meg a csáó az tök ugyanaz, úgyhogy tök mindegy, hogy melyiket válasszuk. Úgyhogy válasszuk a Palit. Na. A játék érdekessége az, hogy mindig újra kell kezdeni, hogyha elrontottuk és meghaltunk. Úgyhogy eléggé ügyesen kell játszanunk. Az elején kapunk egy potion-t. És hogyha tovább megyünk, akkor itt van egy gin, ahol tudunk vásárolni, de hát még egyelőre nincs pénzünk, úgyhogy nem nagyon tudunk vásárolni. És ilyen csapdákra figyelni kell, mert ezek a csapdák bizony igencsak veszélyesek tudnak ám lenni. Hoppá, most a tűzbe beleszaladtam. Aha, tehát azt nem így kell kiiktatni sajnos. Elég, ha csak az ostorral rácsapunk. És már mehetünk is tovább. Hoho, hoho. Itt már ránk is támadtak. Különböző támadási lehetőségeket tudunk az ostorra is csinálni. Például magunkhoz húzni az ellenfelet, és úgy szétvágni. Na, nekem jobb is, hogy eltűnt ez a hatás, mert nem igazán volt a megfelelő. Na, közben gyűjtögetnünk kell, mindenfele lootolnunk. De durva. Szerintem is láttam ezt a cuccost. Na jó, már ezt is láttuk akkor. Pénzt azért kell gyűjteni, mert eléggé drágák az új felszerelések, és szükség is lesz rá, mint látjátok, már másfél szívet levettek tőlem. Úgyhogy még ügyesebbnek kell lennünk. Mehetünk ebbe az irányba is. De jó lesz odafigyelni ezekre a csapdákra. Azt hittem föl kell mászni. Ezek szerint nem. Hát kötve hiszem, hogy ide kéne. Aha, nem lehet felugrani. Akkor ostorral se tudom magam felhúzni. Lehet, hogy ide van valami képesség, fog kelleni egy skill, ha már nem kapaszkodik bele. Nem tudok megfelelőképpen felugrani. Na majd, még lehet, hogy visszajövünk ide. Ja, nem is kell. Mert már itt is vagyunk. És akkor itt van, hogy mit tudunk vásárolni. Hát egyre csak valami csizmát tudnánk, de arra nincs szükség. Viszont mehetünk is tovább. Meg is lehet vakítani az ostorral. Hogyha úgy tartja kedvünk. Ja, erre hittem azt, hogy egy enemy. Na, a csapdába majdnem belementünk.
is egy csapda. Hoppá, kicsit a tűzre is vigyázni kell. Na nagyon menjünk bele a tűzbe. Na az legalább meghalt. Mondjuk eddig se tűnt túlságosan élőnek. De legalább már nem tesz kárt bennünk. Na megyünk még egy picit tovább. Hoppá, meg egy csapda volt. Jó nagy mázli volt, hogy nem mentem bele. Ő viszont belemegy, szét is égett. Hoppá, na van ilyen faltörökos is. Ez is jó, hülye volt, belement a tűzbe. Ezeknek nincs karjuk, viszont elég kemény a koponyájuk, úgyhogy vigyázni kell velük. Hoppá, csapda. ...350 pénz, ide még gyűjtegetni kell. Viszont HP-t itt tudok venni, ha minden igaz. Úgyhogy ezt is ki is próbáljuk. Ez az, egy szívet tudtam venni. Tök jó. Egy picit beljel vagyunk. Is lehet verni az íjás csaj kezéből a nyilat. És akkor már mindjárt nyertebb helyzetben vagyunk. Ne gyerünk egy picit tovább. Hát túl sok minden nem lehet gyűjteni. Ez szétégett. Amit lehet, az begyűjtünk mindent. Pénzt kapunk egy csomó mindenért. Hopp, egy új ostor. Az nem tudom, miben jobb. Az szép. Jól nézett robban. Az ilyet ráver? Aha. Na lehet, hogy ki is jutottunk. Á, igen, sikerült. És akkor jön már a második pálya, és nagyon bízok benne, hogy akkor itt egy ilyen checkpoint rész van, és akkor innen már tudjuk majd folytatni bármikor. És hát igen, időre megy, illetve a loot pont számra is úgy látom. Na nézzünk bele a következő pályába. Itt is a kijáratot kell megtalálni. X időn belül. Hát ez most ugyanúgy tűnik, mint hogyha... Hoppá, itt már ilyen csapda van. Aha. Érdekes. És úgy látom az ostor az megmaradt. Az hogy rám lőtt. Hí, aztán! Rendesen megijedtem. Na jó van. Speckó. Lötyi immunity. Hát kíváncsi vagyok, mire leszünk immunisak. Lehet, hogy mindenre. Az lenne a legjobb, akkor viszont sietnünk kéne tovább. Szóval megnéztem. Ez a kis iránytűszerű nyíl mutatja, hogy merre van a kijárat. De érdemes amúgy körbe menni és más lootokat is megnézni.
Azt, hogy neki ment. Első darabokra, így van. Hát az mi? Madár szellem. Meg tuti, ez is sebez. Ó, egy új fegyver, 440 ér, ezt meg kéne venni. Erről van szó, ezzel már hentelünk. Na, jó az ostor. És egész messzire el tud csapni. De beleszaladtam, nem figyeltem a csapdára. Hát igen, ilyen ez a játék. És akkor ilyenkor restart game, csak kíváncsiság, hogy melyik pályát fogja újra kezdeni. És a level 1-est. Na ez a nem semmi srácok, tehát egy kicsikét azért ez hardcore-ba adja nekünk. Úgyhogy így néz ki. Így néz ki mi nekünk. A City of Brass. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a rövid kis videóban. Legalább meg tudtam mutatni, hogyha tetszett a játék, akkor viszont az Epic Games Store-ról le tudjátok ingyenesen tölteni még egy pár napig, úgyhogy ha tetszett a játék, akkor próbáljátok ki ti is. Én köszönöm, hogy velem tartottatok. Deck out. Sziasztok!